kettő kérdésem lenne Babos Attila, Szabad Pécs. Az egyik az az, hogy ha ilyen hosszú ideig rendben van a zenekarnak a költségvetés, és akkor ezt lehet, hogy akkor a polgármester úrtól kell kérdezem, nem is a zenekarvezetőtől, akkor mi az oka annak, hogy van egy ilyen tervezet? És Zsolt elmondta, hogy ez ugye nincs még megszavazva, azt láttuk az elmúlt 7-8 évben, hogy amit a városvezetés előterjesztett, és nem vették le a napirendről, azt mind megszavazták. Tehát ezt két nap múlva, ha minden igaz, meg fogják szavazni. Akkor nem nagyon érthető az, hogy milyenek az értelme. Ez egyik kérdés, felteszem a másikat is, a szabad, hogy Budapestre azt hallottuk, hogy a Nemzeti Filharmóniánál akár már készülhetnek arra az időszakra, amikor a mondjuk így egy állami, vagy részben állami cég kezébe kerül a PFZ, és ami akár ezeket a szép terveket is érintheti itt a vendégelőadókat érintően, akár az egyéb külföldi szerepléseket érintően. Nekem mindegy, melyikkel kezdünk. Kérem, ezzel a kérdéssel fordul a városházi sajtómunkatárshoz. Azt hittem, hogy ez a PFZ-ről szóló sajtótájékoztató. Az első kérdést illeti, abban pedig az egy rendkívül komoly téma. És ezért aztán azt gondoltam, hogy minden szónak súlya van, és rám nem jellemző módon készültem erre a kérdésre, és le is írtam, hogy mit szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, hogy azt megengedik, akkor kompromisszumokat nem ismerő szakmai munkájának, minőségi igényének, az azt támogató mindenkori városvezetésnek és a közönségének köszönheti. A tervezett tulajdonosi döntés kizárólag olyan jogi garanciák keretében elfogadható a zenekar vezetése, a művészet és menedzsment közössége, a városvezetés és a kulturális kormányzat számára, amelyek biztosítják a PFZ további zavartalan működését. A jogi keretek kidolgozását a már előzetesen a város vezetőjével, a Fávazsolt polgármester és dr. László alpolgármestere, valamint kultúrás államtitkáról dr. Hupán Péterrel történt megegyezések szerint a város és a zenekar vezetése közösen végzi. A cél, hogy a zenekar mindenkori működését alapvetően eldöntő feltételek meghatározása és megváltoztatása, értem ez alatt üzleti tervet, SMS-t, munkavállaló létszámot, vezető személyét, szakmai pénzügyi program, Pécs város vezetésének döntési jogkörében maradjon. A garanciákat biztosító jogi keretek kidolgozása megelőzi a zenekar tulajdonosának megváltozását. Tárgyalásaink értelmében ezt október 15-éig közösen kidolgozzuk. Ezt szóban annyiban egészíteném ki, hogy mindaz, ami létrejött az elmúlt 15 évben, az gyönyörű példája a közös gondolkodásnak és az összefogásnak. Ami létrejött, az nem a pannonfilharmonikusok eredménye kizárólag, és soha nem volt a bennye. Egy ilyen álmot és víziót fogalmazhatott meg ez a város önmagáról, ez a városvezetésnek,
közösséget, és én is, mint az önkormányzat vezetője, továbbra is a megválasztott képviselőket számítunk, megválasztott városvezetést tekintjük partnerünknek, és velük szeretnénk gondolkodni a következő évről, évtizedekről is. És ma úgy látom,